Patlócsiszoló és kalapács hangja töri meg manapsága a meghitt csendet a Vosinszky Mór Vármegyei Múzeumban. Az energiatakarékosság miatt az intézmény amúgy is zárva tart, így aztán két legyet ütve egy csapásra a háttérben folyik az átépítés. 2021 év végén kaptunk egy pályázati pénzt, amelynek a segítségével felújításra kerül a múzeum főépületének két nagy terme, illetve a folyosói szakasza. Itt villamossági felújításokra, festésre, kamerarendszer telepítésre, a padló felcsiszolásáról van szó alapvetően, illetve a két termet, ahol valaha a régészeti állandó kiállításunk volt található, újra összenyitottuk, mégpedig oly módon, mint ahogy a hátam mögött is látszik, nem a két terem közti tengelybe került az átjáró, hanem a múzeum építésekori eredeti állapotnak megfelelően lett kibontva az eredeti ajtónyílás. Tehát ez a két terem innentől fogva egymásba is átjárhatóvá válik, illetve ahogy talán látszik, most már a képeken a világítás is teljes egészében új jelleget öltött. Az első teremben, ahol régen a múzeum talán legismertebb lelete, a mamutált, az őskori ásatások tárgyi emlékei voltak kiállítva. Odor János Gábor azt mondja, természetesen a jövő koncepciójában is helye lesz a jelképállatnak. A római kori kőtár rész az a helyén maradt, és helyén is fog maradni, viszont így ebbe a formába fogjuk majd tudni fogadni a Magyar Géniusz Vándor kiállítást. Tulajdonképpen erre kaptuk ezt a pályázati pénzt is, hogy ez az országban 7 helyszínen megmutatkozó vidéki múzeumok kincseit felvonultató tárlat. Itt ennek a záró helyszíne lesz a szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeum, úgyhogy ebben a két teremben, folyosón, könyvtárteremben, sőt még az emeleti időszaki kiállító teremben is kerülnek majd elhelyezésre ennek a kiállításnak a különböző egységei. Az egy elég gumi dolog, vagy hát inkább mind a Lego több részből áll, és különböző helyszínekre kellett adoptálni, tehát azért annyira nem volt ez merev, hogy a géniusz kiállításnak megfelelően kellett volna kinyitni a két termet. Inkább a későbbi felhasználásnak megfelelően próbáltuk megközelíteni a problémát, hogy akkor ha és amennyiben ezt a eredetileg a 60-as években elkészült állandó régészeti kiállítást, amely legutolsó formájában 1989-ben újult meg, tehát több mint 30 esztendőn keresztül várta a látogatókat, csak hát az idő eljárt felette, nagyon sok szempontból rengeteg új anyag került elő, különböző ásatás sorozatoknak az eredményeképpen, tehát mindenképpen ezt újra kellett volna gondolni, az állandó régészeti kiállításunkat, viszont ezzel a pályázati pénzzel, pályázati lehetőséggel maguk a terek tudtak elsősorban megújulni. A Magyar Géniusz kiállítása a tervek szerint a nyár végén nyílik majd meg, és várhatóan az év végéig lesz látogatható. Ezt követően majd a következő esztendőben kerülnek majd vissza a régészeti állandó kiállításnak az elemei. Formálódik ez az új régészeti állandó kiállítás, ennek még a koncepciója fogalmazódott meg, és még van is egy pici időnk rá, és hát a forrásokat is meg kell természetesen hozzá szerezni, hiszen egy állandó kiállításnak a felépítése az sok-sok 10 millió forintba kerül, az installációs, számítástechnikai elemeknek a nyomtatási, elkészítési költsége azért nagyon magasra nyúlik. Azt azért főbb vonalakban azért már látszik, hogy melyik irányokban kell majd esetleg megújítani. Hát itt, ami korábban is azért hangsúlyos volt, a neolitikum, a késő neolit, a lengyeli kultúrában hatalmas nagy régészeti központ került elő az M6-os autópálya nyomvonalán, Alsónyék és Bátaszék térségébe, tehát annak az anyagából mindenképpen kell, hogy bekerüljenek. Népvándorláskort is egy picit más módon kell majd installálnunk, hiszen abból is rengeteg új lelőhely leletanyaga származik a különböző feltárásokból, de inkább a koncepciója lesz talán egy picit más megközelítése, nem feltétlen időrendi lesz, illetve abba reménykedünk, minél több interaktív elemet tudunk becsempészni a kiállításban majd. A felújítás során előkerültek olyan elemek a múzeum korábbi életéből, melyek a nagy közönség elől rejtve voltak, lévén lefestették őket.
Nem volt azért ez számunkra teljes egészében ismeretlen, hiszen a múzeum történetével nagyon sokan foglalkoztak, múzeológusok is, Mészáros Gyulától Gál Attilától keresztül egészen Gera László, illetve Vizi Mártáig, akik most a közelmúltban elkészítették az épületnek a történetét, ami a felújításhoz kapcsolódik, és ebből azért lehetett már tudni, hogy festésekkel volt díszítve a minden terem lényegében, illetve a folyosó is. Egyedül eddig a könyvtárteremben sikerült rekonstruálni, restaurálni az emeleti, tehát a plafon részen az egykori geometrikus díszítésű festést. Most erre nincsen mód, hogy újra ebbe az irányba átalakítsuk az épületet, mint ahogy teljes egészében, mint ahogy egykor volt, hiszen azért ezek az egykori festések azért több, kevesebb helyszínen, de azért már sérültek, úgyhogy most ez le lesz fedve, ez nem azt jelenti, hogy megsemmisülnek, hanem egy fedő réteget kapnak, és hát ilyen, ahogy a képen is látszik, egy ilyen fehér mész festés borítja majd a falakat. Február közepén legkésőbb azért levonulnak a kivitelezők, már most már végső fázisba tartanak a felújítási munkálatokkal. Az intézmény az energetikai válság miatt bezárásra került, legalábbis a kiállítás része. Ettől függetlenül háttérben a szakmai feldolgozás az folyamatos volt, illetve maga ez az egyébként is tervezett felújítás is tervezett módon került megvalósításra. A tervek szerint a felújítás befejezése és a Magyar Géniusz kiállítás megnyitása között egy időszaki kiállítás nyílik a megújult múzeumi terekben.